műsorunk tartalmából. Díjazták a város legjobb sportolóit, edzőit, sportvezetőit. Ismét győzött a TAC asztali tenisz csapata. U11-es leány kézilabda torna volt a városi sportcsarnokban. Elnökségi ülést tartottak a Tatai Atlétikai Klubnál. Évek óta jeles nap Tatán a városi sport díjátadó ideje. Ekkor kerülnek átadásra azok az egyedi érmek, amit az előző év jól megérdemelt teljesítmény alapján adnak át a városvezetői. Az önkormányzat ezzel is jelezni akarja, hogy a sport fontos része a település életének. Közel 4000 igazolt versenyző szerepel a város sportegyesületeiben, közülük több mint 300-an vehettek át a városi sportcsarnokban rendezett ünnepségen érmeket. Ez mindig a sport ünnepe Tatán, amikor ennyi sikeres sportoló, edző, sportvezető egy helyen van. Szívből gratulálok a 318 tatai sportolónak, akik 21 sportágban 18 egyesület tagjaként, tatai egyesület tagjaként, illetve van, aki nem tatai egyesület tagja, de tatai sportolóként kapja meg ma azt az elismerést, hogy a tavalyi esztendőben országos vagy nemzetközi versenyen az élen végzett. Nagy büszkesége a városnak az valóban, hogy évről évre most már 300 körül van mindig azoknak a száma, akik ebbe a körbe beleesnek, és akiket így díjazhatunk. Én nagyon köszönöm először is a kedves szülőknek az együttműködését, akik értik és tudják azt, hogy a gyereküknek akkor tesznek jót, ha iskola után vagy valamilyen művészetet, vagy valamilyen sportot tanulnak a gyerekek még, és edzésre járnak. Nagy-nagy köszönet a sportegyesületeknek, az egyesület vezetőknek, a szakosztályvezetőknek, az edzőknek, testnevelő tanároknak, és nagy-nagy köszönet természetesen a versenyző fiataloknak, akik vették a lapot, akik hajlandóak a kemény fizikai munkát elvégezni ahhoz, hogy aztán sikeresek legyenek egy-egy sportág területén. De azoknak is gratulálok én, akik ma nincsenek itt, és nem kaphattak díjat, nekik is természetesen nagy-nagy örömmel gratulálunk, és bíztatjuk őket, hogy abban ne hagyják, folytassák ezt a gyönyörű tevékenységet. A legbiztosabb jele, hogy jó szakmai munka folyik, hogy egy ilyen kisvárosnak két világbajnoka és egy Európa bajnoka is van. Nagyon nagy öröm volt az idei esztendőben bontani azokat a pályázatokat, amelyekben az egyesületek arra nyújtották be a pályázatot, hogy sportösztöndíjat kapjanak a versenyzőik. Örömmel jelenthetem, hogy átnézve a kb. 15 pályázat érkezett, van néhány, amelyikek nem feleltek meg a kiírásnak, de a pályázatokból 5-5 egészen biztos, hogy kiválaszthatunk arra, hogy 40 ezer forint per havi ösztöndíjjal az idei évben is jutalmazzuk a válogatott kerettagi tevékenységüket, Magyarországot képviselik tatai színekben. Azt is tudom, hogy a héten a bizottság döntött arra, hogy ismét ki lesz írva az egyesületek számára a pályázat. Sport alap pályázatot a Humán Bizottság kiírta az idei esztendőben is. Sajnos a keretet nem tudtuk növelni, mert nem akarok magyarázkodni, de nézzünk itt is körül, rengeteg pénzt ide is bele kellett tennünk. Épül a kosárlabda csarnok is a városban. Ehhez a sportcsarnokhoz további parkolókat kell még létrehoznunk, és természetesen a normál sport támogatást is az önkormányzat a költségvetésén keresztül megadta, de akinek van valami különleges indoka és lehetőség a sport további fejlesztésére, őket ebben a pályázatban természetesen szívesen látjuk. Kicsik és nagyok, lányok és asszonyok, fiúk és férfiak várták, hogy nevük elhangozzon, és kimehessenek az éremért. Több olyan sportágban szereplő versenyzés a díjazottak között volt, amely sportágról a hétköznapi ember keveset tud. Lovaglásban előny az, ha valaki kicsi és nagyon könnyű súlyú? Hát valamikor lehet, hogy igen, valamikor lehet, hogy nem. Például valakinek, hogyha például alacsony, akkor nem ér le annyira a lába a kengyelbe, nem tudja annyira jól koordinálni a lovat, de a könnyű súly az a ló számára egy erény lehet, könnyebben viszi lovasát. Te egy nagyon furcsa lovas számba, vagy legalábbis számomra furcsa lovas számba értél el nagyon jó eredményt. Mi is volt ez? Ez a Western Reining volt, melyben egy pályát előre meg van írva, azt kell megtanulnunk és be kell mutatnunk a bíró előtt. Ez a Western azt jelenti, hogy a ruha is Western, tehát ilyen kaubajos ruha? Igen,
Igen, van egy cseps, kalap, minden sarkantyú, ing, kockás ing, minden. És ez mennyivel nehezebb, mint mondjuk bármelyik más lovas versenyszám? Hát sok koordináció, a lovas és lónak az összhangja, a sok pontos elem végrehajtása, minden számít. Akkor itt is gyakorlatilag saját lóval, már úgy saját lóval, hogy mindig ezen a lovon lovagolsz? Igen, most egy új lóval lovagolok, tavaly előtt nem ezzel voltam, és még össze kell szoknunk, de igen. Hát így, hogyha ilyen helyezéseket értek el, akkor hamar ment az összeszokás. Igen, hamar ment, jó ló, és együtt tudunk működni. Mit kell tudni a lovacskáról? A ló egy amerikai quarter horse, Frostynak hívják, 17 éves, nagyon jó, sportos, és még nagyon jól bírja. És te hogy fogod bírni ezt az évet? Mi lesz az idei nagy verseny? Idén is szeretnénk elindulni országos bajnokságokon, és szeretnénk minél jobban teljesíteni. Persze a többség már több éve részese a díjátadásnak, hiszen az edzésen elvégzett munka hozza az eredményeket. A város egyik siker sportága a vívás, ahol két olyan versenyzés van, aki már két évben is a város sportöntöztön díját is megkapta. Esztergályos Patrik 2016-ban párbajtőr csapatban junior Európa bajnok lett. Ezen a hétvégén is külföldön versenyez, így nem tudott jelen lenni és átvenni a díjat. Itt volt viszont Kun Anna, aki csapatban második, egyéniben harmadik lett a magyar bajnokságon. Mondanám, hogy ritka vendég vagy Tatán, de hát ez nyilván nem igaz. Hányszor tudsz itt lenni, edzeni? Hát ahányszor tudok, csak lejövök igazából, de viszont sajnos sok a keretedzés Pesten, így ugye arra kötelező járni, de ha találtam, akkor mindenképp lejövök és edzek a régi teremben. Látom a újságokban mindig, hogy utazzátok a világot körbe. Igen, így van. Nagyon sok versenyünk van, nagyon sok világkupa versenyünk van. Most voltunk ugye Olaszországban, és most Pesten lesz majd egy felnőtt GP. Viszont most a juniorok ugye pont Udinében vannak, a fiúk és a lányok is, úgyhogy most a hétvégén nekik szoríthatunk majd. Te meg akkor egy kicsit pihensz most a hétvégén? Igen, igen, most azért hazajöttem, feltöltődök egy kicsit, és akkor új telővel nekivágok majd a munkának. És hogy megy mostanában? Hát megyeget. Sajnos nem úgy megy, ahogy szeretném, de mindent megteszek annak érdekében, hogy most a budapesti GP minél jobb eredményt érek el, és hát remélem, hogy meg is lesz az eredménye. Mi az, amivel elégedett lennél? Mindenképp szeretnék egy döntőt, tehát 8-ba szeretnék kerülni, az elsődleges cél, és ha ott a benne vagyok, akkor mondom már csak előre. Ha már a vívóknál a sikersportákat említettem, a sorban utánuk a kajakosok következnek, hiszen ők is évek óta szállítják az érmes bajnoki helyezéseket. Most is ők voltak a legtöbben, 46-an vehettek át elismerést. Lehet azt mondani, hogy Tata legeredményesebb egyesülete vagy szakosztálya, hiszen ti vagytok itt legnagyobb létszámban ezen a díjkiosztón. Igen, ennek nagyon örülünk, és reméljük, hogy teszünk is azért, hogy mi legyessünk a legjobbak, eredményeinkkel bizonyítjuk. Kifele minden jónak tűnik, belül is elégedettek vagytok? Igen, én úgy mondhatnám, hogy a téli felkészülésnek a derekán járunk. Eddig nagyon zökkenőmentesen ment a téli felkészülés a kis csoportnak, a haladó csoportnak, és úgy gondolom, hogy a nagyobbaknak is. Teljesen az adottságaink jók, úszni tudunk menni, a tornatermi lehetőségünk is megvan, az új kajakházban a konditerem is, és hát a nagyon szép környezet, a Tataitó körbe adja a lehetőséget a felkészülésre. Gyakorlatilag gondolom a megszokott versenyprogramon ebbe az évben is. Mi az, amire nagyon ki kell hegyezni a formát? Hát mindenképpen a maratonbajnoksággal kezdjük májusba Győrbe. Előtte elmegyünk Szlovákiába egy edzőtáborba a gyerekekkel, az az első. Ott egy jó formát kell nyújtani, és utána van egy pici időnk, újból egy pici alapozást, és július végén lesz a magyar bajnokság. A gyerekeknek is és az ifiknek is, az a csúcs. Tehát júliusra kell teljesen a csúcsformába lendülni. Tudom, hogy mindig nehéz a leget kikeresni, de ki lehet ebbe az évbe a legleg? Hát vannak, sok esélyes gyerekünk van, válogatottjaink is vannak. Nevet nem szeretnék most mondani, igazából az tőlem könnyelműség lenne. Titkos esélyesünk vannak a fejünkbe, reméljük, hogy bejönnek. Leírtuk úgy egy papírra, beragasztottuk a borítékba, és reméljük, hogy jó lesz, és igazunk lesz.
Az elmúlt időszakban sokat hallunk a rövidpályás gyorskorcsolyáról, ahol a magyarok rendszerint a világversenyek élmezőnyében végeznek. A rendes pályás gyorskorcsolyában ennyire nem vagyunk sikeresek, de a városban van olyan fiatal hölgy, aki jó eredményeket ér el ebben a sportágban, de még görkorcsolyában is ott van az elitben. Korcsolya, görkorcsolya. Egész más a kettő? Hát azt mondják, hogy igazából hasonlítanak, de mi azért a sportágban érezzük a különbségeket, viszont a görkorcsolya jó kiegészítője az olimpiai sportágnak. És könnyű egyikről a másikra átállni? Inkább görkorcsolyáról átállni könnyebb gyorskorcsolyára, hiszen ugye a mozgás könnyebben megegyezik, viszont visszafelé már gyorskorcsolyai görkorcsolyára már igencsak nehézkes. Gondolom azért a ti görkorcsolyátok egy soros. Persze, igen, igen, egy soros. Büszke vagy a tavalyi évedre? Igen, a görkorcsolyára igen, viszont a gyorskorcsolya idén már most látom, hogy jobban sikerült, mint tavaly, de az olimpia cél, szóval csak előre. Végül is ott elég nagy a konkurencia gyorskorcsolyába olimpiai részvételt illetően. Igen, a soltrekesekkel most, hogy ők jobban vannak támogatva, de ígéreteket kaptunk, hogy jövőre ez változni fog, szóval ránk is ránk figyelnek jobban. És akkor te maradsz az igazi gyorskorcsolyánál? Persze, maradok. Egyébként milyen viszonyban vagytok egymással? Nincs irigység, vagy? Dehogy is, jobban vagyunk velük. Szoktunk találkozni is velük, bármikor van, gratulálunk egymásnak, szóval semmi ilyesmiről nincs szó. De pestiesen szóval egész más kávéház a két sportág? Úgy is mondhatjuk, igen. Például én oda nem lennék már jó. Mert? Egy az, hogy magas vagyok, meg már abból a sportágból ki is öregettem, úgymond 17 évesen. Ebben az évben mi vár rád? Ebben az évben, most Incelben, Németországban a szezon végét egy VB szinttel zártam, szóval most hétvégén van a világbajnokság, erre már nem jutottam ki, viszont jövőre Amerikában részt veszek a világbajnokságon. Hát akkor jó csúszkálást! Köszönöm szépen! Aki az Öregtó környékén lakik, az tavasszal, nyáron, ősszel megszokhatta a délután ritmusos tompa puffanásokat. Ezek a sárkányhajós dobok hangjai. A tavon a kajakosok evezősök mellett jól megférnek, bár ők a leghangosabbak. Rendszeresen szerepelnek a magyar bajnokságokon, de eljutnak nemzetközi versenyekre, Európa-bajnokságra, világbajnokságra. Idén lehet azt mondani, hogy Moszkva volt a csúcs? Igen, idén Moszkva volt a csúcs, nehéz volt, nagy verseny volt, de sikeresen megcsináltuk. Nagy a konkurencia a sárkányhajóban most már a világban? Igen, tehát egy 5 év ezelőtt Milánóban voltunk, ott sokkal könnyebb volt. Most már az a igazság, hogy a régi kajakkenusok, tehát akik kiöregedtek a kajakkenukból, az most szinte a oroszok, ukránoktól kezdve mindenkül a sárkányhajóban is. 40-50-60 éves korig nyomják korosztályonként, és nagyon kemény versenyek vannak. Mégis most leszámítva, hogy Moszkvában nyerikok lettek, hol a helye a magyar sárkányhajónak? A magyar sárkánynak első 3 között van a helye. Első 3-4 között van a helye, tehát jól szereplünk. Filipinok azok kicsit megfoghatatlanok még, de hát ott más rendszerben, főleg szenyorban, illetve igen, szenyorban ők más rendszer szerint, ők katonák, tehát ott az ott. Ezt csinálják. Csinálják, ez a dolguk. És a tataiaknak hol a helyük Magyarországon? A tataiak Magyarországon, hát az első 4-be a helyük. Tehát tavaly 3., idén 4., tehát ott vagyunk a spiccen. Ilyenkor válogató versenyek vannak ahhoz, hogy valaki bekerüljön az ország hajóba? Válogató versenyek vannak, illetve hát nekünk is, mert ugye ez nem tatai hajó konkrétan, hanem az a válogatott hajó is. Ebbe a hajóba, hát több hajóval szerepeltünk, tehát női, férfi, mixekbe, vagy 8 egyesületből, vagy 9-ből szedtük össze egymást, és külön készültünk fel erre, ültünk össze, hogy ki, hol a helye, hova fér be, milyen állapotban, felkészültségbe. Tehát igazából országosan lett mozgósítva szinte mindenki, hogy ezt kiválasztódjon. Ebben az évben mi a fő cél? Hát ebben az évben van egy Európa-bajnokság itt Magyarországon, Szegeden júliusban, és
Velencében szeptemberben van egy csapatvilágbajnokság, meg hát ugye itt az Európa-bajnokságon is van válogatott is, és csapatvilágbajnokság. Erre készülünk most, hogy mi lesz, hogy lesz, az majd kiderül. Már említettem, hogy voltak kevésbé ismert sportágak, ilyen az is, amelyről a következő riportban szó lesz. A rádiós tájfutásban világbajnoki címet szerzett Mucsi Mihály, aki nem tudott ott lenni a díjátadón, de csapattársával, akivel negyedik lett a VB-n, beszélgettünk az ünnepség végén. Egy olyan sportágról beszélünk most, ami lehet, hogy a néző számára egy kicsit furcsa hangzik, a rádiós tájékozódási futás. Mit is takar ez egész pontosan? A rádiós tájékozódási futás valamikor egy MHS sportág volt, úgy hívták, hogy rádió iránymérés, a beceneve rókavadászat volt. Aztán, ahogy a sportág fejlődött, egyre nagyobb szerepet kapott a tájfutás szerepe, mikor a tájfutó térképek általános használata a mi sportágunkba is bekerült. Röviden a sportágnak az a lényege, hogy egy adott terepen 5 rádióadót eldugnak. Mi ugyanúgy, mint a tájfutók, kapunk egy tájfutó térképet, csak ezen nincsenek bejelölve a pontok, csak a rajt és a cél. És ezt a 5 rádióadót az adók által sugárzott morze jelek alapján én egy vevőkészülékkel tudom a jeleket fogni, és az irányok és a hangerő alapján én döntöm el, hogy milyen sorrendben keresem meg az 5 adót. A cél, hogy minél hamarabb megtaláljam és beérjek a célba. Itt a futás, vagy a technikai tudás, vagy a technikai eszközfejlettsége számít? Mind a három számít. Tehát a fizikum mellett nagyon fontos a technikai tudás és tapasztalat, hogy az ember el tudja dönteni, hogy azért szól halkabban az adó, mert távolabb van, vagy azért szól halkabban, mert éppen egy völgybe van, és a távolabbi hegytetőn lévő hangosabban szól, de hogyha én most oda elmegyek és vissza kell jönnöm, akkor cikázok a terepen össze-vissza, sokkal többet kell megtennem. Tehát a technikai tudás és tapasztalat ehhez kell, hogy ezeket a technikai sajátosságokat kellő időben és alapossággal fölmérje az ember, és ez szerint tervezze meg a futópályáját, és nem utolsó sorban a technika, tehát maga a vevőkészülék is egy fontos eleme. De úgy néz ki, hogy ebben a sportágban technikai alag jól el vagyunk látva. Most azzal együtt, hogy azért ez technikai sportág, és nyilván nem két fillér egy ilyen, mennyire népszerű? Sajnos öregszünk. Tehát az utánpótlás, mint sok más sportágban is, ami nem kifejezetten népszerű vagy ismert sportág nálunk, és az utánpótlás azért elég szűkkörű. Ennek köszönhetően majd, hogy nem ugyanazokkal az arcokkal versenyez az ember minden évben, annyi különbséggel, hogy mindig jönnek újak, de ahogy korosztályonként lép előre az ember, hát a megszokott versenytársakkal küzd minden évben. Az eredmények tiszteletre méltóak, jelzik az elhivatottságot, a sok munkát. Persze sok mindennek kell összejönni ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. Hiába tehetséges, de egy idő után az már kevés, munka, edzés nélkül komoly eredményt ma már nem lehet elérni. Egy kisvárosban több mint 300 sikeres sportoló, edző, sportvezető feltételezni, hogy van háttér, hátország. Ehhez kellenek a szülők, barátok, az egyesület, a támogatók, az önkormányzat. Lehet, hogy van valami a Tatai medence levegőjében, hogy minden évben ennyi sportoló sikeres? Hála Istennek, mindenhol a legkisebb településeken is, és a két városban is nagyon szép eredményeket hoznak. Én annak örülök leginkább, amikor a diákversenyzőink, amikor a mozgás öröméért készülnek, edzenek, sportolnak, és versenyeznek is, persze, mert meg kell mutatni azt, hogy ki mire képes a saját sportágában. Persze annak is örülök, hogyha közülük megmaradnak a korosztályos csapatokba is, a felnőtt csapatokba is, saját nevelésű fiatalok és a különböző osztályba történő besorolásban résztvevő csapatok, akár röplabdától kezdve kosárlabdán keresztül a futballig bezárólag tudják szórakoztatni saját magukat és a közönséget is. Ahhoz persze szükség van mindig támogatókra, szükség van jó fölkészítőkre, finanszírozásra, létesítményekre. De hát úgy tűnik, hogy szépen lassan mind a két városban, Tatán, Tatabányán és a kisebb településeken is eljutunk oda, hogy ezek a létesítmények is rendelkezésre álljanak.
És úgy tűnik, hogy a sportvezetők élnek is ezekkel a lehetőségekkel. Élnek a lehetőségekkel, és még tudják élvezni azt a szakmai munkát és nevelői munkát, amire ők tulajdonképpen az életüket adták, és hivatásukat is eszerint választották meg. És akkor a szülőkről ne feledkezzünk meg. Mert a jó edző, a jó szakosztályvezető csak akkor tud sikeresen dolgozni az odakerülő gyerekekkel és eredményeket elérni, hogyha a szülők is adják hozzá magukat. Tehát hálás köszönet. A már említett Mucsi Mihályon kívül Mukli Adél a Talentum ugrókötelese és világbajnok lett. A díjátoron a Happy Dance Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc Egyesület tartott bemutatót. Külön díjat kapott évek óta magas színvonalon végzett szakmai munkáért a Tatai Természetjáró és Tömegsport Honvéd Sportegyesület, valamint a város sportrendezvényeit hosszú idő óta önkéntesként segítő Fiatal Utazó Klubja. November végén fejeződött be a 2016-2017-es labdarúgó bajnokság őszi idénye, akkor pihenőre vonultak a csapatok, és valamikor január elején valamennyi gárda elkezdte a felkészülést a tavaszi idényre. Volt, aki edzésekkel, volt, aki edzőmeccsekkel, a megyei labdarúgó szövetség segített a csapatoknak azzal, hogy a térre egy műfűves tornát írt ki, és nagyon sok csapat vette is a lapot, és elindult ezen a tornán. Most viszont immáron elkezdődhet a tavaszi idény, hiszen ezen a hétvégén valamennyi csapat pályára lép, illetve hát a következő riportból kiderül, hogy ez mégsem így igaz. A versenykiírás szerint a hétvégén kezdődik a megye első labdarúgó bajnokság. Normális esetben minden csapat helyre készül, és úgy tűnik, ha ez a írjáról jött, azt nem fog játszani. A felnőtt csapatunk a hétvégén nem fog bajnokit játszani, mégpedig a lábatlan visszalépése miatt, lábatlan felnőtt csapatának a visszalépése miatt. Nem ért váratlanul minket a hírt, mert most már több hete benne volt a levegőben, ugye visszaléptek a műfős bajnokságtól is. Úgyhogy valamilyen szinten számítottunk rá. Nem örülünk neki, mert szerettünk volna mi is most már elkezdeni, ugye a felkészülési szakaszt is úgy határoztuk meg, hogy ez a hétvégén már tudjunk bajnokit játszani. Ez most tolódik egy héttel. Mit fogtok csinálni? Mindenféleképpen próbálnék vagy egy edzőmérkőzést lekötni. Jelenleg még a levegőben van, hogy a felcsútnak a megye 2-es csapatával tudunk egy edzőmérkőzést játszani. Ha az nem jön össze, akkor egy edzést fogunk véghez vinni. A bajnokságra ez mennyire lesz kihatással? Maradnak a pontok, vagy mindenki elveszti a megszerzett pontjait a lábatlan ellen? A lábatlani csapatnak a kilépésével visszavonják, eltörlik az eredményeiket, tehát visszavonják a megszerzett pontokat mindenkitől. Nagyot nem változik a tabella eleje? A helyezések megmaradnak, viszont a pontszámba mondhatjuk, hogy közelebb kerülünk 2 ponttal a szőlőshöz, illetve leszakítjuk magunktól a mögöttünk lévőket 2-2 ponttal. Ugye, hogy a lábatlan ellen mi egy döntetlent sikerült elérni, a többi csapat, az első 5 csapat ő megverte, tehát így valamilyen szinten stabilizálódik a helyzetünk.
Tehát bajnoki meccs nem lesz. Hogy sikerült a vége a felkészülésnek? Mennyire vártátok készen, vagy mennyire vártátok volna készen? Azt gondolom, hogy nagyon kemény és nagyon jó felkészülést csináltunk végig a fiúkkal. Nagyon sokat dolgoztak, heti 4 edzéssel, és egy hétvégi mérkőzésekkel. Szerintem nagyon jó formában vagyunk, bár az utolsó mérkőzésünk a Műfőn nem ezt igazolta. Ott volt egy kis gödör a csapatnál, nem igazán jöttek össze azok a dolgok se a védelembe, se a középpályán, se a csatásorba, de nem igazán voltunk elkeseredve. Úgy gondolom van minden csapat életében, amikor úgy nem jön össze semmi. A helyzeteink megvoltak, nem tudtunk vele élni, de azt úgy készültünk, hogy ezen az első fordulóban mindenféleképpen győzelemmel. Hát így reméljük, hogy egy héttel később ugyanezt a dolgot mondhatjuk majd el. A múltkor, amikor beszélgettünk, akkor még átigazolásokról is volt szó. Mennyire sikerült megvalósítani a terveket? Bombic Tamás érkezett ugye hozzánk. Most már kimondhatjuk biztosan, hogy nálunk van, leigazoltuk, illetve Sós Péter Komáromból, aki szinte azt gondolom, hogy egy erősítés, bár neki még egy sérülés késlelteti az edzés munkáját, illetve a pályára lépését. Ő is elkezdi majd a rehabilitációt a héten, és reméljük, hogy egy 3 héten belül a rendelkezésünkre fog állni. Szerintem nem lesz probléma az ő nekik a játékának a beépítése a csapatba. Ebből biztos más már játszott a műfüves meccseken? Igen, az utolsó 2-n már sikerült pályára lépnie. Akkor az eddig elmondottak alapján abszolút bizakodó vagy a tavaszt illetően? Azt gondolom, hogy egy nagyon erős keretünk van megyei szinthez képest. A cserepadon is olyan játékosok ülhetnek majd, akik bármikor bevethetőek, és akár a kezdőbe meg kell tudnom őket jól forgatni majd. A bajnokság során mindenkit tűzbe tartani, és minimum én azt gondolom, hogy ez a második hely megtartása lehet a cél a számunkra, és meglátjuk, hogy mit hoz még a jövő. A továbbiakban. Győztek asztali teniszezőink. Kézilabda gyermekbajnokság volt Tatán, ülést tartotta TAC elnöksége. Ott átadták a városi sportcsarnokot, szinte nincs olyan hét, hogy ne lenne valamelyik utánpótlás korosztálynak kézilabda tornája. Az elmúlt hét végén szombaton az U11-es lányok, vasárnap az U12-es fiúk versenyeztek. A lányoknál az influenza kicsit bekavart, hiszen a Tamás együttese lemondta a részvételt, itt kicsit át kellett szervezni a menetrendet. Ennek eredményeként a TAC csapata csak egy meccset játszott. Az ellenfél a Tolna megyei Kocsola volt, akikkel jó mérkőzést tudtak le. A TAC gyakorlatilag végigvezetett, fél időben 4 góllal, a másik fél idő közepén 8 góllal, ám a vége nagyon szoros lett. 18-13-al vezettek, innen lett 18-17, ám a tudatszó pillanatában sikerült még egy gólt lőni, így végül 19-17-re győzött a TAC. A gólokat Sebestyén 8, Szebeni 3, Kis 3, Nagy 2, Ungur, Sás és Mészáros 1-1-et lőtt. Szerintem ezen a szinten már nem megsértve a lányokat, nagyon színvonalas meccset játszottak. Igen, nagyon örülök neki, hogy így oda tették magukat. Azt kértem, hogy pörgős legyen a játék, gyors legyen a labda felhozatal, mert én azt gondolom, hogy ha van lendület, akkor lesz belőle gól is. Végül is futottak, lehet, hogy egy kicsit el is fáradt a csapat a végére? A végére igen, mert ugye most elég beteg időszak van, tehát vannak hiányzóink, tehát nem is tudtunk teljes sort cserélni, de azt gondolom, hogy mégis sikerült megoldani, hiszen nyertünk. Ebben a korosztályban nagyon sokat számít a súly meg a magasság, azért nálad volt 2-3 kimondottan magas játékos. Igen, örülök neki, hogy vannak valóban kézilabdás alkatú kislányok, de nagyon fontos, és most nagyon ügyes volt Kis Kiara is a szélen, aki alacsony, de nagyon-nagyon gyors, és a védekezésnél, támadásnál is nagyon segítette a csapatot. Majdnem berekedtél a végére, mert gyakorlatilag végig kiabáltad a meccset. Hozzá vannak szokva a lányok? Igen, hát én inkább ezt buzdításnak mondanám, magam is lejátszom szinte, de azt gondolom, hogy minden edző és testnevelő együtt él a csapattal, és hát ez hangszavakkal szerintem nem megy, de buzdítás, tehát ismerik a lányok, hogy én ilyen vagyok, és azt hiszem, így tudunk együtt dolgozni közösen. Hallják is bent, amit mondasz, vagy felfogják? Hát, ahogy így mondtad, hogy eléggé bekiabálom, vagy ugye hangos angol, én azt gondolom, hogy hallják, és ez úgy szokott visszajönni, hogy valóban úgy utána teljesítik azt, amit szeretnék kérni tőlük.
Ugye ma két meccset játszottatok volna, egy elmaradt, mert az ellenfél betegség miatt nincs. Hogy folytatjátok majd tovább? Március elején lesz Dunaújvárosban a következő forduló, ugye ott is két mérkőzést fogunk játszani, illetve itt az elmaradt mérkőzés, majd a Tamási ellen természetesen le kell játszanunk egy másik időpontban. Vasárnap a Kőkut és a TAC szerepelt a 12 éves fiúk tornáján. A gyermekbajnokság 12 éves korosztályában a sorsolás úgy hozta, hogy pont itthon játszott egymás ellen a két csapat. A Kőkuti Sasok 24-10-re verte a Tatai Gárdát, míg a Cunder kézi labdasuli ellen 20-8-ra nyert, a TAC a Tatabányától is kikapott. Két héttel ezelőtti adásunkban beszámoltunk a TAC MB2-es asztalitenisz csapatának hazai mérkőzéséről és győzelméről. Akkor alól is szó esett, hogy az első néhány forduló eredménye akár el is döntheti az aranyérem sorsát. Azóta túl vannak a fiúk a közvetlen rivális, a TAC mögött második, Várpalota ellen idegenbeli mérkőzésen, ahol 11 hétre nyertek. Jelenleg 5 pont előnnyel vezetik a tabellát. A mostani hazai meccs könnyűnek ígérkezett, hiszen az ellenfél az utolsó helyezett, eddig mindig vereséget szenvedő Szentendre együttese volt. A papírfalnak megfelelően a TAC nagyon fölényes, 14-4-es győzelmet aratott. Sipor és Zakar 4-4, Barassó és Lukács 2-2 meccset nyert, és hozta a pontot a Sipos Lukács, Zakar Parassó páros is. Alig egy hónappal ezelőtt úgy beszélgettünk, mint szakosztvezetővel, most úgy beszélek, mint kétszer egymás után játékossal. Az előbb lenéztünk a meccsetbe, nagy türelem kellett ehhez a meccshez. Hát igen, akasztják a hóért, és nekem is be kellett szállnom, és sok-sok kisgyerekkel a teremben nem könnyű türelmesnek maradni a végén, főleg egy labdabiztos védőjátékos ellen. Hát úgy hozta a sors, hogy most az utolsó két meccsen be kellett szállnom játszani. Igyekszem mindent megtenni, beugró emberként, ami a csapat győzelméhez szükséges. Múltkor szerencsét hozta, hiszen Várpalota ellen, amit akkor mondtál, hogy gyakorlatilag ez nagyon sokat jelentett, és sikerült győzni. Így van. A közvetlen utánunk lévő csapatot, a második helyezett Várpalotát tudtuk idegenben viszonylag biztosan megvenni 11 hétre. A két játékosunk nagyon jól játszott, és szerencsére a meccs elején a Krebs Zoli is egy nagyon fontos 3-2-es meccset behúzott. Nekem is sikerült a negyedik embert megverni, így viszonylag hamar nagy előre tettünk szert, és ezt szerencsére végig tudtuk tartani. Ez nagyon komoly for a másodikkal szemben, hogy itt is ott is meg tudtuk verni, úgyhogy nagyon örültünk a győzelemnek. Itt most egyelőre 5-1-re vezettek, szerintem az utolsó helyenál gondolom, hogy ha nem is könnyű, de győztes meccsre számítasz. Így van, tisztelnünk kell az ellenfelet, ugye minden szett 11-nél ér véget, de alapvetően természetesen a lista vezetőnek otthon a sereghajtót meg kell tudnia verni. Játékosaink előrébb vannak a ranglistán, itthon játszunk, tehát semmi nem indokolja azt, hogy remegni kéne. Ha csak nem az, hogy van egy gyenge ráncom a csapatban, az én vagyok, de ezt nagyon erősek a fiúk, hogy ezt el tudják majd viselni. Nagy meccset játszottál a döntőszedbe, végül is 12-re sikerült nyerni. Várható volt, hogy ilyen szoros lesz? A tavalyi mérkőzésünk az kicsit könnyebben sikerült, ott könnyebben tudtam nyerni. Akkor kicsit jobban is éreztem a játékot. Most nem ment annyira, nem voltam annyira agresszív. Amikor tudtam tartani a taktikát, agresszívan játszani, akkor én nyertem a poénokat, illetve azt a szettet, amiben végig ezt tudtam játszani, azt én nyertem, de ez nem jött össze végig, úgyhogy ezért lett döntő szett. Voltak nagyon könnyen megszerzett pontok, és nagyon könnyen eladott pontok. Így van, ez egy gyakori hiba nálam, hogy az első érintés az sokszor elmegy. Ezek apró hibák, ezt hogyha kicsit javítani tudnám, akkor eredményesebb lenne a játék. Háló, hol ide, hol oda segített, neked mondjuk pont az ötödik szedbe segített, és ráadásul volt egy rossz adogatás, hogy ez előfordul rossz adogatás ilyen szinten? Így MB2-ben is, meg még szerintem magasabb szintén is előfordul a rossz adogatás, nyilván kevesebb, mint alacsonyabb osztályban. A netszek az pedig hát az benne van a játékban, azt nem lehet tudatosan adni, az vagy idejön, vagy pedig az ellenfél részére. Egy ilyen hálós pont vagy csusza az idegesíti az embert, vagy úgy van vele, hogy előbb-utóbb úgyis visszakapom. Hát ugye nem vagyunk egyformák, úgyhogy nem mindenkit idegesít egyformán ez a, amikor netszet vagy csuszát kap. Én például annyira nem szoktam rajta idegeskedni, mondjuk, hogyha a döntőszett 10-10-nél kapom, akkor azért engem is idegesít, de úgy ami, nagyjából, amikor a játék közepén vagyunk, tehát nem a szett végén, akkor annyira nem nagyon idegesítem.
Az év eleje a számvetés, a tervezés ideje. Így van ez a sportban is, bár a gazdaság és a sportszakmai év eltér egymástól. A magyar bajnoki rendszerek őszi-tavaszi formában működnek, ebben a tekintetben ott nyáron van az év vége. A TASZ elnöksége ebben az évben második ülését tartotta az elmúlt héten. A város legnagyobb sportegyesületében 800 körüli a sportolók száma, akik 10 szakosztályban sportolnak. Nincs könnyű helyzetben a testület, hiszen csapat és egyéni sportolók is vannak, akiket nehéz eredményességet tekintve összehasonlítani. Erről is beszélgettünk a klub elnökével. 4 napirendi pontot terveztünk előzetesen, de az élet fölülírta ezt. Polgármester úr, alpolgármester asszony ellátogatott a TASZ elnökség ülésére, ahol 2,5 órán keresztül a csarnok tulajdonlásának, illetve ennek a létesítménynek az üzemeltetése kérdését tárgyaltuk meg, reményeink szerint végérvényesen. Polgármester úr és alpolgármester asszony elmondta a városnak az elképzelését, és utána pedig a TASZ elnöksége úgymond zárt körben tárgyalta ezt meg. Ezek szerint sikerült dőlőre jutni? A TASZ elnöksége meghallgatta a város első számú vezetőjének az elképzelését. Én azt gondolom, hogy nagyon közeli a két álláspont, és mindenféleképpen most már azt szeretnénk, hogyha a következő héten pont kerülne erre mind a két kérdésre. Sportszakmai témákat érintve, mennyire elégedett a TASZ elnöke a tavalyi évvel? Én azt gondolom, hogy a tavalyi év, hogyha sportszakmai szempontból nézzük, ugye, akkor a 10 szakosztályt kellene itt egybe értékelnem. Én azt gondolom, hogy mind az edzők, mind pedig a nálunk rendszeresen sportoló, 10 szakosztályban rendszeresen sportoló kedves tagjaink jó eredményeket értek el. Hogyha úgy csemegéznem kellene, akkor jobb eredményt vártunk el és várunk el a felnőtt férfi kézlabda csapatunktól. Ők a kirakat csapat, nekik épült ugye ennek a sportágnak ez a csarnok, ahol vagyunk, őtőlük többet várunk. A többiekkel azt mondom, hogy itt, ha vissza kellene tekintenem erre az évre, akkor megköszönöm a áldozatos munkát, a rendszeres sportolást, és ugyanilyen évet kívánok itt magunknak. Ugye mindig lehet fejlődni, azt szokták ilyenkor mondani. Van fejlődési lehetőség a szakosztályoknak? Én azt gondolom, hogy ugye mondjuk tekintsük akkor megint egy-egy, mert nagyon hosszú lenne, hogyha mindegyik szakosztályt itt külön csemegéznénk. Én azt gondolom, hogy két szakosztályunk ugye tagságát, létszámát tekintve, erejét tekintve kiemelkedik a TASZ-ból, ez a labdarúgás és a kézilabda. Itt elsődlegesen ahhoz, hogy magasabb sportszakmai célokat érjünk el, akár egy-egy osztály előrelépés, akár az edzések számának a növelése, a minőség növelése, ahhoz elsődlegesen létesítményekre van szükség. Én azt gondolom, hogy most ezzel a kézilabda csarnoknak a létrejöttével a kézilabdától azt várom, hogy ugye biztosítanunk kell a városba élőknek, a város környékén élőknek az, hogy ezt úgymond tömegsport jelleggel üsszessék, tehát minden egyes kislány, kisfiú, aki kézilabdázni szeretne, azok igen jöjjenek el edzeni. Amiben előre kell lépnünk, hogy fel kell fedeznünk azokat a tehetségeket, akik itt tényleg ezt a sportágat komolyabban szeretnék űzni, mind alkatilag, mind pedig tudás szempontjából avanzsálja őket, hogy esetleg válogatottak legyenek. Én azt gondolom, hogy labdarúgás tekintetében is közelítünk ahhoz, hogy most 2017 nyarára esetleg ez a labdarúgó komplexum itt most már tényleg úgy működjön, hogy ezeket a célokat itt el tudjuk érni. Ha már sportszakmánál maradunk, nem jó megelőlegezni a sikert, de nagyon úgy tűnik, hogy az asztali tenisz bajnoki osztályváltás előtt áll. Az egyik nagy ellenfelünkkel mérkőztünk, és idegenbe tudtunk sikert elérni. Nagyon jó csapatunk van, gratulálok a csapat valamennyi tagjának az eddigi szerepléshez. Én azt gondolom, hogy ne kiabáljuk el, de nagyon úgy néz ki, hogy itt az MB2 ezen csoportját megnyerjük, és lehetőséget kapunk arra, hogy az MB1-be is szerepelhessük.
Na most ahhoz, hogy ezt itt megtegyük, ehhez számolni kell, költségvetés kell majd gyártani. Én azt gondolom, hogy ez valószínűleg ilyen április-májusban lesz téma. Én nagyon örülnék, hogyha a városnak lenne egy NB1-es asztali tenisz csapata. Nem rajtam fog múlni. Pénz, pénz, pénz. Előzetes következő műsorunkból. Teremartlétikai verseny volt a Vaszariban. Elkezdődött a labdarúgók tavaszi idénye. Újból itthon játszott a TAC férfi kézilabda csapata.